Rétvári Bence nyitó beszéddel. Azt hiszem, a családok évében nem is lehetne más jobb ünnepi alkalom, mint egy új óvodaépületnek az átadása. Az óvodások pedig köszönővérsel készültek a Pilis Csabai Napsugár óvoda erdészkerti tagovodájának átadására. Szívünkben hála ragyog, a szemünkben szerete, felépült az új óvodánk, örüljetek gyerekek! Hatalmas szép az ablakon, a napfénye beragyog, körülnézzünk, és minden fala átölel és mosolyog. Ünneplőbe öltöztetve versben mondtak hálát az új színes játszószobákért a parlamenti államtitkárnak, Csenger Zalán Zsolt országgyűlési képviselőnek és Farkas András KDNP-s polgármesternek. Az LMP miniszterelnök jelöltje szerint nagyjából úgy, mintha megrendelésre szavaltak volna. Láthatóan most már nem nagyon tudnak elképzelni alapkőletételt vagy átadó rendezvényt gyermekek nélkül politikusok, szinte úgy tűnik, mintha megrendelnék azt, hogy ott legyenek ezen a rendezvényen. Elfogadhatatlannak tartom, és az alapjogi biztos már korábban is álláspontot fogalmazott meg azzal, hogy ez nem mehet így parttalanul, és van egy törvény, amit be kellene tartani. Szél Bernadett szerint viszont ez a kampányidőszak alatt nem sikerült a kormánypárti képviselőknek, ezért az ombudsmanhoz fordul jogorvoslatért. Véleménye szerint ugyanis minden ilyen esetben sérülnek a gyermekek jogai. Két nappal ezelőtt Orbán Viktor látogatott el egy dadi óvodába. Az óvoda vezető szerint véletlenül. Szél Bernadett akkor a választási bizottságnál tett panaszt. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője ma azt mondta Híradónknak, majd a kúria eldönti az ügyet. Miután, ha jól tudom, akkor minden ezzel kapcsolatos ugye a választási bizottságok előtt van, ezért én megvárnám a választási bizottság, majd végsősorban a kúria döntésén. Korábban az Együtt is a választási bizottsághoz fordult, amikor Simonka György fideszes országgyűlési képviselő Facebook oldala címével ellátott pólókat osztogatott a békési adventi rajzpályázat nyerteseinek. Akkor a választási bizottság, majd a kúria is elmarasztalta Simonka Györgyöt.